Kedves nézők! Örömmel jelentem be, hogy az MRT Stúdió elbukott a háborúban, és mostantól létezik egy olyan csatorna, hogy Perem Stúdió 2. És örömmel várjuk ott a nézőket, hogy gyarapodjon a nézettségszem. Épp 11. Te ostoba. A Perem Stúdió vezére vagy. És tényleg azt hitted, hogy át tudod venni a hatalmat az MRT Stúdió felett? Ilyen könnyedén. Nos, el kell, hogy szomorítsanak. Nem adom könnyen magam. Nem adom könnyen a csatornát. Nem adom könnyen az embereimet. Viszont nem fogok belerángatni senkit sem. Ez a kettőnk harca lesz. És ezt te is tudod nagyon jól. Itt az idő, hogy végleg lezárjuk ezt. Hogy melyik csatorna a jobb. Ezért hát, kihívlak téged egy szinkron párbajra. Méghozzá egy JoJo szinkronra. Csábító, igaz? Nos, ha elég bátor vagy hozzá, akkor elfogadod a kihívást és megküzdesz velem. Mindenki szeme láttára. Ott találkozunk. Szép. Rendben van, Bencekun. Elfogadom a kihívásodat, de figyelmeztetlek, a halálodba futsz. Az én erőm ellen nem lesz esélyed, és a Perem Stúdió fog győzni örökké! Találkozunk a csatatéren.